I get better at moving on every time. Nóra Beauty. Merj ragyogni! Rest and recovery, pihenőnapunk van az egész stábnak, úgyhogy most resztingelünk és recovery-ünk. No point telling me why. Szerintem lehet húzni a gyerekeinkkel, itt állítva. Teleszkópos. Ez a normális hosszúság, és mennyivel hosszú. Mindenhová elérjük a kezeket. Guess my one big circle, one circle, one circle, one big circle. W, 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 nipple, 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 E. I can't help it, I'm just saying. Micu, elmondod, hogy miért ízlik a nagyon finom ez a sütemény? Mert nagyon finom. Igen, és nem engedi, hogy én legyek belőle. Szóval holnap. Akkor hisz, de én fogom végül megenni. Lehet, hogy kettő is lesz belőle, nem? De ha egy, akkor az egy is. Mindig kettő van a pultba. De mi van, ha lesz? Akkor nem kell. Szerintem te nem vagy egy ilyen rossz fel, hogy elvettem a nővéred, akkor elfelejtettem. De én nem. Azt én meg fogom elni, gyerek. Senki nem állhatottam. A legdurvább dolog. Egy nyalókával tejszihabot tenni. Már olyan nagyok vagytok, mert nem fér bele, nem fér bele a lábatok a képbe. Széles látóra átkapcsolom. Küldetésünk van a mai napra. Hogy készkedőjét hátszered. Igen. Kell egy játékot is venni, mert sopik. Mi játékot nem kell venni, most a Gizira veszünk ruhát. Meg a Gizusnak kell venni egy puputevét. Puputevét kell a Gizusnak venni, miért? Azt kérte, hogy nézzünk neki egy puputevét. Jó, de nem igazit, hanem kicsit, ugye? Eljöttünk lakziruhát venni. Lakziruhát. És ebből lesz le. Sajnos találtunk itt egy fantasztikus játszóházat. Nagyon durva, és Vici és a Venci is természetesen extázisba keveredtek. Belehalnék, törzsi lenne. Ezt gyerekkoromban se bírtam ezt. Feltök fel a pulápasszukra, az jónak tűnik. Hóha, biztosan kapsz egyet, de így elvég.
küldetést teljesítve, sőt annál is több ruhát is vettünk, játék is volt, aztán visszatérünk a bázisra. Ki mindenáról le akarnak jönni edzeni? Mivel baj? Olyan, hogy nézd. Szeretnék elmesteni egy dobastornak, de tudom mesélni. Mert is úgy. Készülünk elő az újabb szakaszra, úgyhogy most itt vagyunk a Szipiben, ez a központi iroda. Elképesztő mennyiségű felszerelést kell itt rendszerezni és rendszerben tartani. Hálózsákok, snackboxok, ezek a hűtőtáskák, a hostess, ez meg itt a férjem, a nánásipám. Ez ők utatlanak. Én mindig itt ülök. Igen. Akkor ő itt a könyvelő. Booker, aki a szállásokat foglalja, IT. És itt meg valamit készítenek elő holnapra. Hey, ha? What are you doing, guys? Tamarind juice. Looks good. Valószínűleg az egyik feladat, és most nézzük, hogy hogyan lehet megcsinálni. And you are measuring the time. Exactly. Ez meg itt a kameratechnika, képesztő rendszerezettségben. És a leijesztő. Valami recseg. Szóval jöttünk a szálloda tetejére, a VIP lounge-ba, itt hát, ha van valami. De egy ilyen sötét hely. Ugye a view az elég jó, tényleg. Nem mondom, hogy túl sok mindent látni. Például semmit. Csinálok szépen. Kifejezetten ilyen szellem járt a hely. Tyú, de ijesztő, Jézus Máriám. Ez a recsegés, ropogás. Ez a plafon. Nem jött be a papír. Jó reggelt! Pihenő nap után mindig nehéz visszaülni alulra. Nem a kezdődik a második szakasz. Jó reggelt! Teltél. És akkor leülök a székre. Szevasztok, hogy vagytok? Ja. Épp készülünk, nagyon csúnyát társítani. Hát így vagyok. Elindultunk. Második szakasz. Ezzel együtt van még öt. Még sok van hátra. Az első. Kettőt pislogtunk és vége lett? Nem. Hányat pislogtál közben Görcsike? Én nem vetett kettőt. Amikor már elindul egyébként, akkor már tényleg így robog. Visszatértünk ide a Római Színházhoz. Hűvös van így reggel, de azért már lehet érezni a napnak az erejét. Szevasztok! Jó reggelt! Köszönjük a tévében! Bizony, integessetek! Élőben megy. Élő, persze. Mi lett vele? Kicsit összegyűrődött. Úristen! The only thing I could remember. Yeah, the Úristen! Yes! Csak a hotelből, itt a Mánból, és isszunk a kannabonos kávét. Én még nem szerettem meg, de az így jól esik. Cheers! Adik ki van bukva, mert hogy tettünk cukrot a kávéjukat, kávé juice-nak hívja ezt. Indulnak a párosok, és mi is indulunk, rövidek a távok. Kapkodnunk kell, hogyha előbb oda akarunk érni, úgyhogy még meg is állunk konfokat felvenni. Hát vannak ilyen napok, amikor ez nekünk is egy versenyfutás az idővel. Na, most mehetünk? Megvárjuk, amíg a párosok kicsit távolabb kerülnek, hogy ne lógjunk bele a képbe. Ez mennyire durván nézik. Napok óta gondolkodtam, hogy szóljak el sofőrnek, hogy vegyen le az illatosítót, ami ott fityeg a tükör alatt. Aztán úgy gondoltam, hogy ez végül is autentikus, és erre most magától leszettem, mert rájött. Úgyhogy most attól látni fogtok az ablakon ki. Szevasztok, Marikák! Megérkeztünk. Van ilyen zipline ott. Hello! Nanasi. Nora, Messi, Dal, Pixel. Yeah. Okay, yes. Then this is us. Nagyon szép ez itt. Oliva ültetvény van alattunk. Fogjuk felvenni a konfot. Elég kalandos.
Örülök, hogy nem papucskába kezdtem ezt a mai napot. Szevasztok! De jó. Jó pofa kis hely ez. Egy erdő közepén vagyunk, fönt a hegytetőn. És itt igen, nagyon komoly zipline van. Most arra nem tudom, hogy gyerekek fölmehetnek-e. Szerintem eljön. Megpróbáljuk kidumálni, jó? Mencire nem tudom, mert 10 évesen mehetnek elvileg. Te sem vagy 10 éves. Úgyhogy ne dumálj. Tudom, csak én legalább 9. 9 az még nem 10. Tudom. Na mindegy, hogy most még várakozunk kell, készítik a szobánkat, itt fogunk aludni. Nagyon érdekes, hogy nagyon szépen. Hogy gyorsan el kell hízzak, hogy 40 kiló legyen. Gondosan, belerakok a zsebedbe egy-két akkumulátort. Csak bőven meg vagy 40 kiló. Sajnos annál sokkal több vagyok, mint hogy 40 kiló. De én 190 centi vagyok, és azt mondják, hogy az a jó, ami 190 centi vagy, 90 kiló lehet. 100-as mindig le kell vonni. Te hány kiló, hány centi vagy? 130, nem? De lehet ez. És kb. 30 kiló is vagy, tehát ezt tudom. Úgy tűnik, megúsztuk a kígyókat, mert hogy megkérdeztem direkt, hogy itt vannak-e kígyók, mert azon gyanús is ez a hely. Nem áll! Jó, nincs olyan kígyóluk. Kígyók nem ásnak lukat, ne szívassatok már. A kígyók csak kövek közé bújnak. Azt mondta, hogy nincsenek. Pókok vannak, mondta, hogy a pókok nem érdekelnek. Erre 5 perccel később a másik operátor, aki föntről vesz ilyen vágóképeket, lekiabált, az ő helyi segítője most mondta, hogy ne menjünk közel a falhoz, ott a sziklafalhoz, mert hogy ott nagyon sok kígyó szokott hűsölni. Na, azóta parában voltam, hogy akkor mikor fogunk kígyóval találkozni, de végül most már kicsit sajnálom, hogy még egyet se láttunk, legalább megijedtünk volna, vagy valami kis izgalom. De azért olyan nagyon nem fájlalom ezt. Ezek ilyen erdei házak. Itt van anyának, meg apának, és ott van a gyerekeknek, ahogy ez lenni szokott. De ez onnan jön el ide. Hello! Hülye turisták, tényleg mi mindig ráugrunk. Jaj, kecske! Jaj, bárány! Jaj, állat! Nézzük ezt a kis boltocskát itt. Tényleg ez tojás? Milyen tojás? Organic egg. Organic egg. Az organikus az azt jelenti, hogy nincsen semmilyen fajta vegyszernek, természetellenes anyagnak kitéve. Például a mi tojásunk, amit Charlotte és Danika kreálnak, az organikus tojás. Ezt bele kell tenni vízbe, és akkor az olyanná változik, mint a joghurt. Ezt azért fejlesztették ki, hogy a joghurtot el lehessen tenni hosszú távon. Próbáljuk ezt a ízet? It's a labneh. It's kind of yogurt. You put it on the bread? Yes. And this is your this is local... white cheese. Uh-huh. What's your name? Minti. I'm Ahmed. Hola, hola, Pepsi Cola. Kérdezgetik a turistákat, hogy honnan jöttek, és akkor mondasz egy nemzetiséget. My name is Captain America. Captain America. Mindenre van valami válasz. És azt mondta, hogy spanyol vagy, akkor arra azt mondják, hogy hola, hola, Pepsi Cola. Ez a táj, ez a vidék adta. Úgy gyorsan belecsaptunk a helyi finomságokba. Na, ez ilyen fetos vagy szerű, nagyon jó sok. Libaolaj, és ez sezám magos kapufűves, ilyen mix. Nagyon jó. Látszol a tükörbe vett ide után. Sorry, can I ask you something? This zip line, it's okay for these little kids as well to go? No, around about 30 she is. 30, it's okay. Minimum. I mean the minimum. 20 kilo. Okay, thank you very much. Na, akkor mehetünk. Kemények vagyunk, elmegyünk zipline. Honnan megyünk? Csodálatos. Van illata? Nincs illata? Nincs.
Hogy lehet valami ennyire szép, aminek nincs illata? Hú, mit csinál, szúrós. Na, azt ölelje meg valaki, ha bátor. Á, de jó! Nem én leszek ez az áldozat. Atyaék, ilyen tüskés gazból ekkora méretűt még soha életemben nem láttam. Konkrétan magasabb nálam. Nem túl barátságos. Pontosan. Itt vannak az olivafák. Erről vannak az olivabogyók. Tehát, hogy egy tengerpartok, mint például hol változtam. Nagyon sok az olivabogyós, és itt 180 perc, meg igazából ott fejlődött ki, azt hiszem, a nem lehet eszem a nevet. Az meg 4 perc. 4 perc? Jaj, 4 óra. A levendula ott fejlődött ki, de, és úgy érzem Magyarországon már, hogyha levendulást látsz, akkor azt emberek ültették, és nem magától lőtt. Mm-hmm. 300 és azért már kivág 5 óra. 360 perc az meg 6 óra. Így van. 7 óra. 10 óra, hány perc? 600. Így van, ügyes. Te ennyi volt a matek óra? Na, megszagod? Én ezt nagyon szeretem a rozmaringot. Rosmaring. Szagold meg. Rosmaring. Nem rozmaring, hanem rosmaring. 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 Ennyi. Rosszul viselked. Au! Te vagy inkább a rosmaring? Megszúrt. Rosmaring. Utat a kis körmödet? Most már leved. Mici, hoztam neked virágot. Nők napja van. Elkapod? Eléggé szúros. Ott van, ez a mi házunk. Lenci, a Miciből kecske lett. Nézzétek, hogy mekkora híd van itt, ilyen szép. De gyönyörű. Nézd, ez egy kalapkája, ott oda néz. Hát nézd már. Nagyon szép ez a hely. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk megint. Iszonyatosan fúj a szél, de ettől aztán ez a meleg az abszolút elviselhetővé válik. Én ezt most élvezem. Ah, over there? Yeah. Tehát, hogy ott azok az öltetők a zipline-nak az épületeit. De most majd, ha itt vagyunk, nézzük meg a többi dolgot. Itt a Biscuit House. Itt készítik a kekszeket. Hello. Hello, welcome. All of us is organic, handmade. Aha. Coconut and vanilla. Ízlett a csoki? Viszünk anyának. Ez nagyon szép ez az épület, gyerekek. Én teljesen oda vagyok ezért. Szerintem most ígyunk is meg. Viccit, teljesen be vagy sózva. Azért, mert még sosem voltam, és kalandpályázás nagyon szeretném. Értem, jó. Apa, nem úgy volt, hogy megyünk azon a mászóson? Előbb azon, és utána csúszunk le? Igen, mert akkor még egyszer vissza kéne sétálni. Tehát lecsúszol, és még egyszer vissza kéne sétálni. De most megmászok, aztán jó, oké. Ide fogunk jönni vacsorázni, gyerekek, előre mondom. Szerintem magyaráznak, hogy valami elhetett én is? Beszélgettél a bácsival? Persze. Mit beszélgettél? Nem tudom. Hogy megmondtam. És hogy készen van? Can I have some? Gondolkodj. Akkor az első betűjét megmondom. Snake. Végül is azt is lehet kalálak használni. Spoon. Ja, tényleg! Na? I have some spoon. Okay, thank you. Thank you very much. Foglaltunk este hétre egy pacsit. Nem jövök, anya is ide ér addigra. Ha nem, nagyon fogok sírni. Erre kell menni. De remélem azon mehetünk, mert nagyon jól lesz ki. Eléggé üresnek látom sajnos. Azért üres? Mert most mindenki suliba van. Lehet, mondjuk két fő van, az igaz. Senki nem így fel, de kivenni szabadnak, ott kivéve nekem. Mi suli helyett élnek fel. Hát ez igaz. Igazán szerencsés. Hello. Are you open? Elképesztő egy szerkezet.
elég lazán mentek, elcicoztok. Előre. Jaj, ez mi volt? Te ott maradtál, Vici. Azaz. Jó, megvan. Jézusom, Vici. Ügyesek voltatok, srácok. Fú, nagyon menők lesztek. Ma vagy tojva? Nem. A gyerekeim nagyon magány gyerekek, nincsenek betűve. Oda mennek föl, és oda fogtok menni. Nagyon kemény. Ki megy először? Benci. Igen, kimegy érte a csávó. Na, hát azt kell mondjam, hogy nagyon magány gyerekeim vannak. Milyen volt, Venci? Ennyi? Be voltál tojva? Nem volt, de...